Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket, az Életteret látják. A hétvégén ünnepélyes keretek között Inotán és Várpalotán is meggyújtották az adventi koszorú harmadik gyertyáját. Az Inotai adventi ünnepség sorozat harmadik ünnepnapján Holdosiné Varga Zsuzsanna, az Inotai Általános Iskola tagintézmény vezetője mondott köszöntőt. Az igazgatónő beszédében a szeretet, a boldogság és az elégedettség közös keresésére szólította fel a jelenlévőket. A harmadik héten rózsaszínű gyertyát gyújtunk az adventi koszorún, amely az örömöt, a szeretetet és a boldogságot szimbolizálja. Jelzi, hogy már csak egy hét, és itt az év legszebb ünnepe, a karácsony. A gyertyagyújtás után ne csak azon gondolkodjunk el, mi okoz nekünk örömet, és minek örülnénk karácsonykor, hanem azon is, hogy mi mit tehetünk mások öröméért. Advent harmadik hete a bátorság próbája is. Arra figyelmeztet, hogy ideje szembenézni önmagunkkal. Legyen merszünk felvállalni azt, amit valójában szeretnénk. Hozzuk meg régóta halogatott döntéseinket, és ha kell, lépjünk tovább. A három lelki erő, az akarat, érzelem, gondolat egyensúlyba hozatalához, a bátorság angyalának a segítségére is szükségünk lehet. Vajon amikor annyiszor hiányoljuk az életünkből az igazi tartós örömöt, akkor mivel magyarázzuk ezt a hiányt? Valóban nem lenne okunk az örömre? Vagy inkább nem vesszük észre az alkalmakat, a lehetőségeket, amelyek örömet okozhatnának? Bizony érdemes átgondolnunk az igényeinket. Nem arról van ez szó, hogy a piaci társadalom által mesterségesen támasztott, hamis igények túlzottan ránk telepszenek, és eltakarják a szemünk elől a való élet apróbb-nagyobb örömeit. Aki kevesebbel megelégszik, többször örül. Aki nem enged a fogyasztói mentalitás gőzhengerének, nem akar görcsösen mindig valami újat, valami nagyobbat, valami mást az eddigiekhez képest, az észre fogja venni, hogy ami igazán fontos, ami igazán boldoggá tehetné, az elérhető közelségben van. Csak figyelnie kellene rá, élnie kellene vele. Ha nem láttad még a karácsonyi csillagot, nézd fel az égre, talán ott ragyog. Aki mégsem találná az égen, keresse, mert ott van, szerettei szemében. A faluház adventi koszorúján a harmadik gyertyát Acélvári János, az Inotai Pünkösdi gyülekezet lelkésze gyújtotta meg. A december 13-ai adventi ünnepség az Inotai Pünkösdi Egyház Bétel gyermekkórusának, valamint az Inotai Tagiskola tanulóinak műsorával zárult. Oh!
Advent harmadik vasárnapján Fodor Balázs plébános mondott ünnepi köszöntőt. Az adventben a liturgia szeretné, hogyha elgondolkodnánk egy kicsit azon, hogy mi valójában hogyan is állunk az Istennel, hogyan is állunk egyáltalán életünk nagy kérdéseivel, honnan jövünk, hová megyünk, mi az életünk célja, egyáltalán, hogy mennyire vagyunk tisztában önmagunk, saját magunk valóságával, elegáns mai szóval fogalmazva ide
identitásával, azaz tudjuk-e, hogy hol van a helyünk, és ahol állunk és amit cselekszünk, abban bizonyosak vagyunk-e, hogy ez a mi feladatunk. Nos, ebben és ezekre a kérdésekre való válaszadásban segít bennünket a megváltó Isten fia, aki üzen nekünk az evangéliumon keresztül, és mindnyájunkat biztosít arról, hogy ő mindnyájunkat szeret és akar. Minden embert azért teremtett, hogy üdvözítse. Senki sem számít selejtnek és leírandónak és elvetetnek, mint ahogyan azt gyakran tapasztaljuk a mi emberi világunkban, amikor e világ hatalmasai és nagyjai osztályozzák és beosztják csoportokba az embereket, hogy ki miként mennyire értékes és hasznos az éppen fönnálló hatalom számára. Az Úr Jézus Krisztus az ő evangéliumában arról tudósít bennünket, hogy mindnyájan fontosak vagyunk, és mindnyájunknak azokat a talentumokat kell kamatoztatnunk, amit kaptunk, és amelyek kamatoztatása révén egyre inkább olyanná tudunk válni, amilyenné az Isten akar bennünket. Most megnyújtjuk a harmadik gyertyát, jelképesen kifejezve, hogy növekszik a fény, a világosság, az a fajta fényesség, amelyre szükségünk van a mi életünkben. A gyertya sokszoros szimbóluma az egyháznak és a mindennapi életünknek, ennek a világosságnak és a melegségnek a jele, és egyúttal pedig jelzi azt az önfeláldozó keresztény életet is, miközben meleget, örömet, fényt, világosságot adunk embertársainknak, úgy égetjük el magunkat, és áldozzuk fel magunk az Úr oltárán. Az Úr Jézus ebben első számú példaképünk, és ezzel is jelzi a számunkra azt, hogy van értelme a mi mindennapi küzdelmeinknek, létünknek. Kívánom a kedves minnyájunknak, hogy ezt a világosságot vigyük minnyájan embertársaink közé. Az ünnepi műsorban elsőként a Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola tanulói Betlehemest adtak elő. Műsor további részében a zeneiskola főkolombusai adták elő repertoárjukat, végül a Fuvola Kamara Együttes karácsonyi összeállítása zárta a rendezvényt.
Képesség és Tehetségfejlesztő Magániskola Jótékonysági Estet szervezett december 4-én egyik tanulója Márkus Norbert javára, aki az intézmény 10. osztályos diákja. Norbert 2 évesen egy bölcsődei baleset következtében mozgáskorlátozottá vált, azóta kerekesszékkel közlekedik. Az intézmény a gálán egy új, kényelmes kerekesszéket adományozott a diáknak, de a további cél egy lépcsőjáró beszerzése és kialakítása az iskolában. Én mindenek előtt szeretnék Norbertnek egy nagy-nagy tapsot kérni. A Turi Vár rendezvénytermében megtartott jótékonysági est azt a célt szolgálja, hogy az iskola egy speciális lépcsőjárót tudjon kialakítani a magániskolában, ezzel megkönnyítve Márkus Norbert mindennapjait. Meglepetésként egy új, kényelmes kerekes széket is kapott a magániskola mozgáskorlátozott tanulója. Iskolánkba tavaly év végén, tehát közel egy éve érkezett egy új diák, Márkus Norbert, a gimnázium 9. osztályába, akit 2,5 éves korában egy súlyos baleset ért a bölcsödében, leesett a mászókáról, és nagyon sokáig kómában volt, majd ezt követően mozgássérülté vált, ami azt jelenti, hogy mindkét védtagja nagyon súlyosan sérült. Kerekesszékbe került, és azóta édesanyja egyedül neveli. Norbert a gimnáziumba nagyon gyorsan beilleszkedett az osztályba, nagyon megszerették a diákok, de sajnos, mivel az iskolánk nem alkalmas arra, hogy teljes mértékben akadálymentes legyen, ezért Norbertnek minden Isten áldott nap 3 emeletet kell megtenni, kapaszkodva a különböző korlátokba az iskolába. És az elmúlt időszakban a gyerekek rengeteget segítettek neki, hogy feljusson az osztályába, vitték őt magát, a székét, az ebédjét, és tőlük indult el néhány hete az a kezdeményezés, hogy valamilyen megoldást kellene keresni Norbi életének a megkönnyítésére. Az igazgatónő elmondta, a körülbelül 2 hete indított gyűjtés nem csak az osztálytársak összefogásának, de többek között egy veszprémi vállalkozói csoport támogatásának is köszönhető. A gálán az iskola tehetséges diákjai, osztályai, művészeti csoportjai léptek fel. Csalódtam sokszor már, és sok minden vágott, amiből én inkább a magasba vágyom. Hiába mondanád, hogy nem hiszel bennem, én akkor is tudom majd, hogy mit kell tennem. Addig, amíg szólod az én szívemben, addig gondolatban szárnyalok a fellegekben, mindig már.
mondtam, ám értelmem fölragyog, nem jövök, mert itt vagyok. Gyöngy az idő! Vándoroljunk! Nincs szekerünk, bondokoljunk! Lassú folyó ága mellett. Járjuk a halk, fűzfa berke. Este a láb, gyönge, fáradt, lombok alatt nézünk ágat. Szöcske bokán jő, az álom. Száll a világ, látta szállam. A nagy álmunk az, hogy találtunk az interneten egy lépcsőjárót, amit nagyon szeretnénk majd megvásárolni, amire a kerekesszékével rá tud ülni Norbi, és ez a lépcsőjáró felviszi tulajdonképpen a harmadik emeletre. A rendezvényen megköszönték a támogatók segítségét. A gyűjtést folytatva az iskola bizakodik, hogy jövőre már átadhatják Norbi részére a lépcsőjárót, mely óriási segítség lesz számára az intézményen belüli közlekedés szempontjából. Kedves nézőink, az életteret látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is. Szép estét kívánok, viszontlátásra!